Sziasztok! Amint láttátok, ma egy újfajta szignóval jelentkeztünk, amit horányban vettünk föl, mivel hogy találkoztunk, találkoztunk Veráikkal, és Nina és Tami úgy gondolták, hogy ideje egy kicsit megújítani ezt a dúshajam fújja a szél dolgot. Találkoztunk még apáikkal, ugye? Lent voltunk. Éva Nagyival, Dorkáékkal, Miskáékkal, akik csinálták azt a Lego filmet. A Lego filmet, így van. Találkoztunk Laci papával, akit felköszöntöttünk. Borival nem találkoztunk, őt nem tudtuk felköszönteni, mivel de hogy... De ott hagyjuk az ajándékot. Igen, mivel hogy Boriék tegnap bulisztak. Online bulisztak. Igen, szia, szőr! Találkoztunk Györgyékkel is, és érdekes módon úgy csináltuk, úgy oldottuk meg ezt a születésnapi felköszöntést, hogy minden családnak... Minden családnak külön asztala volt. Volt kettő kétfős. Nem. De. Ja, de tényleg. De, volt kettő kétfős és egy négyfős. A négyfős volt az Ákoséké, az unokatestvéreiméké. És akkor így két méterre voltak az asztalok, és egy, itt az egyik, itt a másik, és mondjuk ott a harmadik anyafején. És akkor mi voltunk a középsőn, és akkor tök jó volt, mert tartottuk is a távolságot, de együtt is voltunk. Igen, klassz volt. Úgyhogy erről is fogunk látni egy kis összefoglalót, meg is mutatjuk most rögtön. Miért ne? Lássuk! Boldog, boldog, boldog születésnapot! Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod! Mi is növényt hoztunk, egy kis ibolyát, ami bárhol elültethető, meg egy ilyen kis örökzöldet, ami gazdagíthatja a sövényedet. Ez ilyen jó maszkokból. Tök jó! Illik a mellényedhez. De ezt Panni csinálta? Nem. Vagy egy kizedődött autón elromlott. Autótok elromlott? A motorja. Azt a mindenit. És hogy jöttetek ki most? Alig bírtuk beindítani, képzeld el, még sosem volt. Volt már egyszer. De Gyuri, tegnap valamit piszkált az autót. Bemosta. Beülünk az autóba, minden cucc. Fél óra, amíg begyömöszöljük magunkat, erre nem indul az autó. Ú, de jól néz ki. Vagy mellette, vagy ellene. Azt hiszem ebbe volt az, hogy mellett, nem vagy ebbe volt. Foci huligánok? Foci huligánok. A fényképek foci huligánokról szóltak, és arról kellett, nem is tudom, elítélő mondatokat, vagy mit kellett mondani. Tényleg ő miért szereti ezt? Már azt mondta, hogy ő szereti, arról írunk, hogy szereti. Na miért szereti? Hát akkor kitaláltuk. A foci huligánokat, vagy mi? Nem a digitális oktatás. Jó, én lemaradtam, pardon. Volt, hogy... A mai humorban akartunk egy csomó jókofa történetet. Az egyik arról szól, hogy hogyan primitivizálódik a matematika oktatás, illetve a feladatmegoldás. És sorba egymás alatt az ábrák, hogy egy bonyolult... egy bonyolult ábra, és ki kell számítani a területét, úgyhogy ennek a sugarát vannak meg ilyen. Ez 1985-ben van. 2018-ban pedig az van, hogy le van rajzolva a négyzet, meg vannak adva az oldala, és az van, hogy színezd ki bármilyen színre. És 2020 nincs. Ez egy 18-as vicc. Kész ki! Most kerül beásásra az ajándék növényke. Hát majd távolság tartva. Aha, igen. Paszportod van a bikini, meg a
Trikini. Szóval a bikini és a trikini. Bikini és a trikini. A harmadik rész az, az igen. Az. Nem tudom én se elképzelni, hogy nyárra ez, ezzel mi lesz, vagy hogy lesz. Az a három. De hogy itt is van most. Igen, ez tavaly az András ajándéka. Igen. Piros juhar, az a bulmitól tavaly. Nagyon kis mesebeli lett a kert. Ezt az Ildi kezdte annak idején a Laci 70. születésnapján, és pont virágzott, és eddig minden évben kinyílt a szülinapján, most még bimbó sincs rajta. Viszont bokrosodik. Aha, ez pedig Fonyódról érkezett, ez a tiszafácska. És már ilyen szép. Az is fejlődik, látod, ott a meg végén, hogy látszik az kis új. Friss hajtások. Igen. Hát ez egy ilyen családi vállalkozás most, ha jól látom. Mindenki. Üti, vágja, püföli. Azt is megmutatjuk, hogy Éva nagyéknál milyen volt a buli. Ott is buli. Körbe voltak rakva a székek, és mindenki valamennyire távol tartotta igen. magát a többiektől. A Panka meg a Foxy az. A Panka és Foxy, igen, egyik széktől a másikig mászkáltak. Eladtam nekik egy botot, mert Panka meg Foxy kutyát. egy ilyen, hát kb. Egy ilyen egyméteres botot kb. És akkor anya ült egy széken, és neki mentek a széknek, de úgyhogy úgy kilógott be a bot. Igen, beakadt a bot. A széket meg az én székem közé. Csak így nem tudtam tovább menni. Felfogták a székek a botot, és kutya ott maradt. A kutyák fennakadtak. A kutyák fennakadtak. Nem, én nem egyezek bele. Én beleegyeztem. Beleegyeztem. Jó, igen. De hát... Jelen. Igen, Rozi, beleegyezel? Katika, beleegyezel, hogy benne legyél a karantén videóban? Nem, mert el is fordult. Csajok. A fiúk nem nyilatkozhatnak sajnos. Ja, te nem lehettek benne? Nagy mamai minőségben nyilatkozunk. Megengedett, jó, rendben. Oké. Szuper. És a kutya, és a kutyák beleegyeznek? Abszolút. Persze, igen. Hát ő kutyák sztárok okay. Az ember azt mondta, ő nem akar. Ő nem akar, de el is fordult, el is fordult, úgyhogy. Különben a képzéseken is így van, hogy aki nem akarja, az hátat fordít, és simán, és akkor így. Igen. Olyan aranyos volt, hogy nem mondta, hogy olyan rossz, hogy nem találkozott. Igen. Nem lehet megölelni. És mondta a Ninci, hogy olyan kár, hogy nem lehet így elő. Yes. Akkor tudtam. Na, te forgatsz. Megsimította a ruhámat, azt mondja, megsimogattam. Titkosan. Verájékkal is találkoztunk, tollasoztatók, Tamival pingpongoztatók, és... Meg ilyen, nem tudom, hogy mi a neve, tépőzáras, és akkor van egy labda, ami ráragad, és akkor el kell dobni, és akkor... Tudod, ja, igen. Szóval ilyen tépőzáras labdáztatok. Igen. És előadtatok pár dalocskát, néhány performance is keletkezett, amiket most meg is nézünk, néhányat belőlük, egy kis összeállítást, egy kis csemegét. És a lesben áll egy cápa. És a lesben áll egy cápa. A változatja várva. Jögolom. Ne gyertek közelebb. Le voltunk a Dunaparton. Volt ott egy nagyon nagy kidőlt fa. Volt ott egy nagyon nagy. Amire felmásztam. Így van. Amire felmásztál, és még megnéztük a régi hintának a helyét is. A hűlt helyét. Igazságot vallom én, hogy néha a szív nem beszél, és nem segít eldönteni, hogy mit évő legyek. Körbe mész és leomló falakról nyíló virágot, a kezembe most te adod, hogy vigyázzassak ére. Kinyílott a hóvirág, és zöldbe borult az erdő, a folyó lassan megárad, és kilép a mezeréből. Az egybeérő álmaink majd keresztezik másokét, a
nem tudnád, hogy merre tartasz, találd meg a forrás. Lángost tettünk, igen, igen, nagyon finom lángost tettünk. Elmaradt a palacinta, de azt majd jövő hétvégén, igen, úgy döntöttük, hogy jövő hétvégén is kimegyünk. Hulla fáradtak vagyunk, nagyon klassz nap volt. El is búcsúzunk. Sziasztok! Kompati!